Hello, Reni vagyok. Én nagyon szeretem a műsort, de túl sok a duma. A több zene jót tenne. Örömmel hallgatom meg a rádió műsorodat, Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Nem szolgálunk, formálunk. Hát srácok, én 42 éves vagyok, de hányszor elhangzik az, hogy a most következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott, annyira örülök, hogy elmúltam 12. Igen, olyan kellemetlen lenne. Nem múlik el annak az öröme, hogy én már bármihez hozzáférhetek, és én dönthetem el. Tényleg ártalmasak vagyunk a 12 évesekre? Nem hiszem. De szerintem de azért meg kell mindenítőjünk őket. Nem csak rájuk. Ja. Én azért szerettem volna felnőtt lenni. És szavaktól, már... nem a tartalomtól. Tudod, formától, nem a tartalomtól. Akkor is elmondom, miért szerettem volna felnőtt lenni. Igen. És már lassan sikerül. Azért, mert akkor bármikor vacsora előtt is el. Csoki. Ennyi. Tudtam. És bevált? Mai napig csinálom. Tehát eheti. Valóban jó a csoki az evés előtt, vagy csak egyszerűen arról van szó, hogy ez egy szimbólum, hogy ez egy szimbólumá vált gyerekkorodban, hogy megteheted, és már meg is kell tenned ahhoz, hogy elhidd magadról, hogy megteheted. Hát ha nem tennéd, talán nem is tehetnéd. Muszáj gyakorolnod ahhoz, hogy elhidd önmagadról, hogy meg is teheted. Nem elég az, hogy most már megtehetnéd, és tulajdonképpen nem kell. És ez vezet aztán a heroinhoz, hogyha elég sokat keresel ezzel adásból, meg koncertezésből, és már bármit megvehetnél. Valóban nem hallgathatják 12 éven aluliak ezt a műsort. A csoki és a heroin azért egy percen belül. De ugye nem azt mondjuk, hogy ez vezessen, hanem azt mondjuk, és hogy az élvezeteknek az ilyen fokú ajánlása. És tényleg így működik a világ, hogyha azt mondanánk, hogy ez igenis vezessen el a heroinizmushoz. Abból a hallgató heroinista lesz, ha éppen 12 éves. Tényleg így működik a világ. Ez ugye NMHH rendelet, azt gondolom, tehát, hogy jó van ez így. Ja, értem, az alattvaló szólalt. Igen. Anyukám is hallgatja az adást, úgyhogy őt nagyon szeretem, és innen üdvözlöm, mikor lesz benne. Az hát offline napszakokról szeretnénk beszélni, vagyis egy tágabb körben arról szeretnénk beszélni, amelyhez kapcsolatban mindannyian egyfajta szenvedéllyel és egyben egy leszokás igénnyel fordulunk. Ahhoz, hogy a mikroinformációk, amik valójában nem is információk, a korábbi kommunikációinknak a kis visszacsapó hullámai, a kis notification-ök, meg a hívott, de nem voltam ott, ezért visszahívtam, de ő nem volt ott, ezért majd visszahív, amikor viszont már nagyon nem jó. Valamint a teljesen feleslegesen érkező e-mailek az életednek a bizonyítékai, hogy te számítasz, mert valaki beteggelt, írt neked, keresett, SMS-t írt, vagy én nem tudom, egyszerűen csak megjelent egy ilyen kis jelvény azon az applikáció ikonon, hogy ennek milyen szinten vagyunk a rabjai, és ezt már kimondjuk. Érdekes módon ezt megnevezzük a televíziózással, és megnevezzük az internetezéssel kapcsolatban is. De erre szorulunk? Menjünk el egy órát ezen. Rászorulunk erre? Tényleg rászorulunk erre? Tehát arról van szó, hogy ha ezek nem lennének, akkor nem tudnánk meggyőződni arról, hogy tényleg létezünk? Kellünk hozzá? Azt hiszem, hogy ennek az illúziónk az, hogy ez ezt az üzenetet hordozza. Hogy minket, most amíg én ezt mondom, ez nem, a Robi az, aki ezt nem akarja, hogy adásba kerüljön, de az Zoltán megmutatta, hogy 10.390 olvasatlan e-mailje van a Gmail ikon szerint, majd a Robert felmutatta a telefonját. 17.726 okay, olvasatlan e-mail. Oké, nem verseny, de most na, innentől akkor, nem verseny. Ne. akkor a függő beszél hozzátok, 55, és ez 3 mailbox. 55 micsoda? Olvasatlan e-mail. 55 hát, ezer? Nem, 55 mikor darab. Alszol? Mikor alszol? Ugye... Mikor alszol? De ez a Gmail-emben ez 9. Esélytelen. Most már csak 8. Na, egyetlen töröltem. Na?
Az, hogy legyen mindenféle ilyen online accountod, ugye ma már azért olyan, mint régen, hogy legyen telefonszámod, az meg olyan régen, mint hogy legyen lakcímed kb. Tehát nem tudom, ezek elkerülhetetlen dolgok, de én nem tudom, hogy csinálod azt, hogy csak 55 van. Bele lehet fulladni a notificationokbe. Nekem volt egy pont, amikor legalább azt kikapcsoltam a Facebookon például, hogy a lock screenre bármit is kidobjon, mert az már legalább akkor ne, amikor éppen nem nyomogatom, legalább akkor ne szóljon, hogy nyomogatnom kéne. Én magát a Facebook applikációt töröltem le három évvel ezelőtt. Mondom, hogy nem verseny, de... De tudod, ahogy az előbb... Túlságosan is tombol bennetek a versenyszellem, az az igazság. Verseny lesz belőle, ha nem. Most ez az adás, ez nem a 2020-as évek nincs tévémjének az elitizmusa. Na, arról hanem megpróbálunk szabadulni ettől a lánctól. Szerintem az van, hogy egyszerűen máshol ért minket a szocializátum. Most már van. Okay. Arról van szó, hogy én velem a telefonnál történt meg ez. Én a telefonnál fixálódtam. Uh-huh. Mármint a vezetékes? Mobil. Okay. Ennek megfelelően az, hogy találkozzunk személyesen ahhoz, hogy valamit meg tudjunk beszélni, azon már túljárok. De azon, hogy írjál rám, dobjál rám egy üzit, majd reagálok valamit, azon meg innen. Uh-huh. Úgyhogy én a telefonban, és lehet, hogy ez összefügg azzal is, hogy verbális vagyok, ezért aztán ez nekem, feltűnt. Én olyankor élem meg azt, hogy időt spórolok, amikor telefonálunk. Én olyankor élem meg azt, hogy vesztegeti valaki az időmet, amikor nekem végig kell olvasnom egy e-mailt. És azt hiszem, hogy az Oscar pont fordítva van ezzel. Igen. Ő olyankor érzi azt, hogy vesztegetik az idejét, amikor valaki fölhívja és beszél hozzá, és olyankor éli meg azt, hogy időt nyer, amikor kap egy e-mailt, és ezt végigolvassa, aztán pötyög rá valami. Fantom rezgésetek szokott lenni egyébként? Igen. Nekem fantom menésem szokott lenni. Mesélj. A Csillagok háborúja az első epizódja. Ja. Egy a Sovics bűnözés bibliájából idézve. Ha már így szóba hoztad a telefonálást, azt hiszem, hogy az az én számomra átszövi ezt a kommunikációs gátállítási igényt. Én úgy élem meg a telefonnak a csörgését, mintha valaki bejött volna a nappalimba az ajtón keresztül, miközben én fogatmosok, vagy éppen próbálok egy forró levest úgy átrakni az asztalra, hogy égési sérülésem legyen, de folt ne keletkezzen a padlón. És soha nincs olyan pillanat, amikor ne csinálnék valamit, amiközben a telefon csörgésre azt mondom, hogy na még csak ez hiányzott. És tolakodásnak élem meg. Ez egy fantasztikus találmány, de valóban, ahogy a Robi mondja, évekkel előbb, 4-5 évvel előbb volt e-mail címem, mint hogy saját mobiltelefonom számom lett volna. Uh-huh. És azért ez hat arra, hogy én ehhez viszonyodom, de az is igaz, hogy amikor én külföldön laktam a családomnak nem a közvetlen felmenőimből álló részével, akkor ott a nyelvi korlátok miatt mi egy picit ilyen szorongó állapotba kerültünk, amikor csörgött a telefon, nem akartuk felvenni, hagyjon üzenetet, mert akkor legalább megtudjuk, hogy ki az. És ha megtudtuk, hogy ki az, visszahívhatjuk, ha akarjuk, de ha olyan, akit egyszerűen nem is értjük, hogy mit mond, mert még nem vagyunk azon a szinten, hogy beilleszkedjünk ebbe az idegen társadalomba, akkor mire fogunk igent meg nemet mondani? Mibe fognak behúzni? Nem, egyszerűen nem vagyunk még a saját szellemi képességeinknek a birtokában azon a nyelven, mint ahogy a személyiségünknek sem. És ahányszor csörög a telefon, én erre az időre emlékszem vissza részben. Hát, de részben meg arról van szó, hogy van köztünk 5 év. És pont ez az az 5 év... Mit is mondott, bíró úr? Pont ez az az 5 év, ami úgy a kétfajta kommunikációs csatorna között úgy eltelt. Az egyik leváltotta a másikat. És hát nagyjából ez alatt, az 5 év alatt ez az e-mail dolog, ez leváltotta ezt a okostelefon, vagy mi az, mobiltelefon, GSM dolgot. Nem is nagyon. Hát az meg a szöveges üzenet, ami egyébként például ugye Amerikában volt személyi hívó, ahol csak egy számot küldtek, meg valami rövid kódot, hogy hívjál vissza, és egy szám, ami vagy a telefonszámod volt, vagy egy szám, ami 4, és akkor az azt jelenti, ha a feleségeddel megbeszélted, hogy hozzá rizsát, vagy tejet. Én 2000-ben egy olyan készüléket szerettem volna, ami SMS-t tud küldeni és fogadni. Mert én ennyit szerettem volna a mobil technológiából, viszont ez nem létezett ilyen, és még mobilra akkor nem volt pénzem.
De ez volt az álmom, hogy tudjak, mert akkor már körülöttem sok embernek volt, és gyakorlatilag a korosztályom béliek szinte mind csak SMS-ben kommunikáltak, meg nyomták ezt a hülye 3 másodpercet, és azt tudtam, hogy én azt nem akarom. Viszont, úristen, az de irritáló. Na igen, viszont az SMS az mennyire jó, hogy azonnal ott van, tudsz üzenni neki, tehát ez egy csoda, a nincs meg a van közt különbség valójában, mert azóta ez csak finomodott meg, de az volt az igazi nagy. És a tengeren túlon erre nem csúsztak rá, mert a személyi hívott felváltotta náluk a rövid hangfelvétel küldést, tehát kvázi CB rádióként tudták használni a mobiltelefonjukat már 2001-ben, és akkor még mindig nem SMS-eztek, még nem volt texting, nem volt ennek igazából neve, és ha azt mondod, hogy SMS, mondjuk egy német nyelvűnek, az így hívja. Ha azt mondod egy amerikainak, hogy SMS, akkor a társaság szolgáltatási és működési szabályzatára gondol, de hogy nem volt ezzel viszonyuk, mert a multimédia hirtelen előbb jött meg nekik, mint a szöveges üzenetküldés. Aztán a végén mégis az lett, hogy rákaptak. Tehát azért az ilyen messenger jellegű szolgáltatások, meg a WhatsApp, meg a Viber, azért az szépen megcsinálta ezt, de nagy, akár 6-8 év késéssel ahhoz képest, ahol mi voltunk, mert nekünk meg nem volt a GSM protokollban egyébként kifejlesztett ilyen rövid hangüzenet küldés benne, az meg nálunk késett el, mert most csinálod mondjuk, hogy a Messengerben vagy az iMessage-ben egy rövid hangfelvételt küldesz el. Ezt az elmúlt 5-8 évben csinálod, igen, amióta a mobilnek csomagok már nem kell azt számolgatni, hogy ez a 700 kilobájt ez most így oszt vagy szoroz. És egyébként vagy mi? Mögöttetek meg 10-15 évvel, meg már majd, hogy nem ott tartunk, hogy csodálkoznak, hogy ja, hogy ezzel telefonálni is lehet. Tehát, hogy azt a funkciót használják szerintem a legkevésbé a mostani 20 pluszosok. Teljesen érthető módon egyébként, meg jogosan. Miközben mert a multitaskingról is levesz a telefonálást, tehát azonnal elveszi a füledet és a kezedet. Jaj, hát pofátlanság, hogy figyelsz a másikra. Tényleg, fú, Robi, közbotrány. Ez a 21. századi ember, hát ezt tudod. Én arra szeretek figyelni, aki akkor ott ül velem szemben, amikor fölhívnak telefonon. Tehát folyamatosan valakivel én egy telefonálásnál mélyebb viszonyban vagyok, amit mindketten éppen akarunk és ha csinálni, nincs ott senki, és ekkor hívnak föl. Akkor én szeretnék magammal lenni, erről van szó. Arra is igény tartok. Ne a másikkal magyarázd, aki éppen ott van veled. Arról van szó, hogy te kisebb energiát akarsz befektetni egy kontaktusba, mint ami egy GSM hívás. Erről egyáltalán van szó. Nem akarom belefektetni a GSM hívást. Nagyon szívesen találkozom, és órákig beszélgetek azokkal, akiket szeretek, és ezt meg is teszem. De nem szeretném. De órákon keresztül lehet rányíthatna bárki egy nyitott ajtón. De ugyanolyan informatívan, és ugyanolyan hatékonyan és ugyanolyan intimen lehet beszélgetni órákon keresztül GSM-en. Ha hiszed, ha nem. Nem vagyok rá képes. Értem, hogy nem. Te nem ismered azt az érzést, amikor otthon marad a headset. Tehát rettenetes, hogy én már nem tudok, ez az, én nem tudok nélküle létezni már, mert ugye nem fogni a fejem mellett, azt már nagyon rég megutáltam, de annyit telefonálok, meg annyit vagyok vonalban, hogy én meg, ha egyszer az otthon marad, az majdnem egyenértékű a szemüveg otthon maradása. Egyébként az Oszi annyira jól idomította a környezetét, vagy legalábbis engem biztosan, hogy én nagy ritkán, ha muszáj felhívnom, akkor előtte írok 2-3 platformon, hogy felhívhatlak, mert fel kéne, hogy hívjalak. Igen, hát nagyon sajnálom, én azt gondolom, hogy ez egy modern döntés a részemről, hogy ebből nekem nem hogy elegem van, de hogy ezt nem fogadom be, és a környezetem kénytelen ezzel együtt élni, hogy amikor megkérdezik, hogy szia, nem zavarlak? Akkor én erre a formális kérdésre, ami olyan, mint a how you doing, tudod, és ahogy visszabondod, én válaszolok, hogy dehogy is nem zavarsz, gondolod, hogy itt ültem, hát ha fölhív valaki. Egyébként így kőpapírolózni szoktunk, hogy kihívja föl Oszit, meg olyan volt már, ilyen nyomort okozok nektek. Hát meg, hogy az apukának ennek szóltunk. Ennek a százszorosa, de... amit én élek. Na látod, én meg az e-maillel kapcsolatban érzem pontosan ugyanazt, amit te. És a Robinak fölveszem, és a Robinak nem írok e-mailt. És amikor kapok egy e-mailt, akkor tudod, mi az élményem? Hogy itt van egy ember, aki elvárja tőlem, hogy emberként kezeljem, pedig csak 16 sor. Nem húsvér ember. Nincs ott a hangja.
a vonalban. Nem áll elém. De raktam bele linket, hanem küld egy, igen, hanem tudod, küld nekem néhány személytelen sort, és én nekem ebben a szituációban ezekhez a sorokhoz úgy kéne viszonyulnom, mint egy emberhez. Holott legtöbb esetben még soha nem is találkoztunk. Föl sem tudom idézni azt a valakit, aki azt a néhány sort írta nekem. Hát, ha még csak egyáltalán nem is ismerem, miért kéne nekem a sorokat böngésznem? Miért kéne nekem a sorokból összeraknom azt a valakit, az alkotót, azt, aki ezt leírta? Hogy nem áll elém? Hogy nem a pofámba mondja? Érted? Akkor hajlandó vagyok odafigyelni rá, hogyha odáll elém, hiszen egy ember állt velem szembe, még hogyha csak a GSM vonalon keresztül is, nem pedig elküldte nekem azt, amit lekörmölt. Tényleg átviszem a YouTube-ot legközelebb, és mutatom, amit küldtem volna. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Kovács 4 Zolival itt a Spirit FM-en. Lehet, hogy össze fogtok téveszteni lelkiállapotomban Olá Gergővel, aki elhajtotta a halloween-eseket, amit én megértek, hogy a harmadik csengetés után feszült volt, a Robi nem értette meg. Én egy picit. Én azt nem értem, hogy ez miért tartozott ránk, én a feszültséget értem. Most, a nyilvánosságát a dolognak. Én meg csak hogy olyan rossz, amikor csörög a telefon, amikor én valahova máshová szánom magamat, és olyan is előfordul, hogy rám szánnak éppen időt, tehát ülök a kormányablakban, vagy ülök a házi orvosnál, ahová bejelentkeztem egy időpontra, fél órával később jutottam be, mert előttem volt nagyon fontos két gyógyszercéges orvoslátogató, és hát nagyon jól érezték magukat, és beülök, és még egy mondatot nem mondtam arról, hogy doktornő, mibe fogok belehalni, és hoztam a laborleleteimet, meg az ultrahangomat, amikor is egy ilyen, nem tudom, hogy megvan-e az a lelkipásztor, aki betelefonál a elműédászhoz, hogy tehát akkor a parókia bal oldalán található lámpasor, valamint a folyó melletti nem ég, illetve csak pislog. És tudod, ilyen nagyon-nagyon precízen, ilyen mérnök ilyen elmagyarázza, mint egy értelmiség. Fantasztikus. Mintha csak a szószéken állna. Na, egy ilyen hangú ember telefonált azzal kapcsolatban, hogy na most nekem a forgalmi, illetve a vezetői vezetésre jogosító engedélyem az a következő hónapban lejár. És mondta neked, doktor, hogy amíg veszélyhelyzet van, addig semmi nem jár le, plusz két hónap. Tehát várhatóan jövő márciusi dolog miatt szorong ő éppen. Azt nem tette hozzá, hogy én viszont itt ülök. Személyesen félmeztelenül, hogy nem lehetne arról szó, hogy ez január-februárban térjünk vissza. És tudod, ez az a fajta telefonálás, amitől én ilyen nem érzem jól magam, hogy én megmosakodtam, felvettem a ruhámat, sőt le, ugye, a házi orvos esetében, és rászántam két órát az életemből, hogy megtudjak valamit, amit tényleg most kell csinálni, és egy ember otthonról, pizsoma alsóban, ilyen nagyon szőrös fejjel telefonál, hogy ő neki le fog járni a jogosítványa, de ha lejár, se számít jelen állás szerint a veszélyhelyzet miatt. És akkor úgy vagyok vele, hogy nem tudom, hogy érdemesen nekem eljönni még bárhová. Vagy nem tudom, hogy lehetne menekülni. Megvan az a kép, amikor az Anthony Hopkinsra erősen hasonlító idős bácsi gyűl az orvosnál. A Haven van. Nem, ez csak tényleg egy... Megvan, persze. De rég láttam Szabó bácsi, beteg voltam. Igen, akkor nem jön. Nem tud jönni, hát. Jaj, hát de szuki. Egyébként a levetkőzésről még egy pop-up ablakba beszúrnám, hogy ilyen kis nyaktájéki ultrahangokra járogatok így fél évent, és így le kell vetközni mindig félmeztelenre, de a járvány miatt legutóbb maszkban kellett, meg azelőtt is. Tehát félmeztelenül bementem egy maszkban, aztán a maszkot, mivel hogy a pofámat, az ultrahangokat, azt így leakasztják a fülemről, mekkora kockázat. De hát én nyilván lőttem minden alkalommal egy ilyen szelfit ott az öltözőben, hogy én fölkészültem az ultrahangra. Szóval hogy lehet elmenekülni azelől, hogy öngyarmatosító legyél az idődet tekintve ezekkel a notification-ökkel? Mert ahogy mondtam, szerintem ezek a te kommunikációdnak a hullámai, hogyha hozzászólsz mondjuk egy ilyen, ez a Index Facebook posztja alatti komment mezőhöz. Jó, na, ott, az ilyen öngól. Nagyon kemény mélypont, és ha ott bárki lájkol,
reply-ol arra, meg... amit mondasz, akkor arról is kapni fogsz egy ilyen kis piros gombócot, és ezt nézheted nagyon sokáig. Nekem az egyik ilyen egyszerre rémisztő, de mégis egy bizsergető érzés volt, amikor egy délután a semmiből 900 valahány notification lett Facebookon, de úgy semmi, hogy itt előtte volt 4. És kiderült, hogy ugye aznap indult újra az önkényes, és hogy adminnál megtettél, és hirtelen az összes ottani notification-t, ami abban egy pár óra. Semmi gond, de hogy ehhez képest, hogy rám rugattad az ajtót, nem tudom hány száz emberrel, semmi baj, ezt most panaszkodom el először, nyilván ecire tetszett a dolog, de hogy hirtelen nem tudtam hova tenni. Viszont nem csak onnan jöhetnek ám ezek. Én speciál a Twittertől kapom a legtöbbet, ugyanis mindenféle számomra érdekes ilyen kutatókat, meg egyéb ilyen szervezeteket bekövetgetek, és rutintalanul mindig benyomom, hogy igen, az ő tweetjei engem érdekelnek, az összesről kérek notif, gyakorlatilag használhatatlanná vált már így ezáltal a Twitter, mert annyit követek, és mindegyik, ezek ráadásul némelyik kényszer twitteres, és nagyon jó információforrás, bármilyen témában, én azt gondolom, több témában is kipróbáltam már a Twittert, leggyorsabban a legfrissebb infót onnan kapjon meg általában, ez is egy öngól, egy kapufa, és ezzel nem kellett csinálnom, és nekem nagyon kevés tweetem van, vagy időben én twittelgettem, de inkább most már csak fogyasztó vagyok, read-only-ba vagyok, de még így is bele lehet fulladni a notification-okba, úgyhogy ezeket is érdemes azért rendszerezni. A valódi érvényes információ az életedben, vagy az idődön, az olyasmi, mint valami macskakő, vagy egy téglafal, és ami közé szorul, a kövek közé befolyik, az a notification, az az idő mindig is ott volt. Akkor volt az, hogy időben elmentél WC-re, vagy az ebédlőasztalról visszavittél még valamit a mosogatóba, vagy betetted a hűtőbe a tejet, amit elől hagytál, vagy kiteregettél, kivetted a vizes ruhát a mosógépből, vagy valami értelmes, nem tudom, és valahol így ezekben a két percekben, vagy öt percekben lakik most már a dohányzás, és a notification alapján kényszerinformáció fogyasztás. Igen, de bejebb vagyunk ezektől az információktól? Nem. Okosabbak leszünk tőlük? Akár csak informáltabbak leszünk tőlük? Ezek az információk, ezek tényleg hozzánk tesznek? Vagy pedig egyszerűen csak függőek vagyunk valami tróger tartalomtól, olyan, mint a chipszabálás. Valójában nem laksz jól tőle, valójában még csak nem is eszel, hanem ropogtatsz, és nem bírod abba hagyni. Függő vagy valamitől, amit elkezdeni se kellett volna. Igen, és itt a függőség gyökere, ugye eléggé a FOMO, itt az a fear of missing out, nagyon sok esetben azt gondolom. Tehát én nekem volt egy ilyen kötelező kísérletem magamra nézve, amikor pont ezeket az időket, amit te mondtál, kötelezően másra fordítottam, egy vizsgára készültem, ami életem ilyen legkeményebb megmérettetése volt, számomra legalábbis, és letöltöttem fizetős alkalmazásokat, amivel tesztek voltak. És annyi volt a szabályom, hónapokon keresztül, hogy minden ilyen kis időt, sorbanállás, sétál, liftre várás, mindig ezt fogom el, és mindig 2-3 tesztkérdést megcsinálok legalább. Ezzel töltöm, és gyakorlatilag abban az időszakban teljesen kikoptam ebből a notification világból. Nem olvastam egyébként hír oldalakat sem, mert az is régebben órákat tudott elvenni napomból, hogy még ráfrissítesz, hát tudjátok milyen ez. És hát kijött belőle egy vizsga a végén. Tehát, hogy nem könnyű persze meghozni ezt, meg örülök, hogy túl vagyok rajta, és nem így kell már élni az életemet, hogy így kényszerítve erre magamat, de megdöbbentően hatékony lehet az ember más területen, hogyha ezeket a kis időmorzsákat, amiket mondtál, nem is egybegyúrva, de szépen tudatosan használja föl. Van egy ismerősöm, még a blog.hu-s időkből ismerem, aki szakácskönyveket készít, és nyilván ilyen gasztroblogger vagy az volt. És elköltözött egyrészt a városból, másrészt egy olyan munkarendet állított össze magának, amiben minden hétköznapjában volt reggel korán valamennyi munka, aztán volt egy ilyen sétálok rész, aztán volt egy főzök, abba beletartozik, az egy kicsit munka, tehát hogy lehet, hogy olyat főzött, amiről éppen ír, és délben kezdett el telefonálni, akkor bekapcsolta a telefonját, és
akkor volt, akkor van egy 2 órás olyan ideje, de most ezt nem biztos, hogy pont hülyen mesélem, de nagyjából így volt felosztva ilyen 2 órákra, hogy akkor mindenkit fölhív, aki addig kereste, vagy akit ő akart fölhívni, majd visszaül dolgozni mondjuk még 2 órára, és aztán elkezd pihenni, és eddig dolgozott mondjuk 6-6,5 órát, és még este 1 órát rátesz, de addig megint foglalkozik így a munkától független életével. És így szépen el volt rakva, hogy mikor van az, amikor tartalom jön ki belőle, mikor van, amikor tartalom jön be, mikor van a rekreáció, pihenés. Ez egy nagyon fegyelmezett hozzáállás. Nagyon. Ezt 2010-ben csinálta, és én azóta próbálom utánozni, egyáltalán meghatározni, hogy nekem mik a fejezeteim a napomban, amikre fel kellene osztanom magam. Nem könnyű. Hol tartana az emberiség, ha azokban az időkben, amikor ezeket a fölösleges információkat felveszi, kultúrát fogyasztana? Képzeljük el, hogy ez, ha csak egy hétre bontjuk le, hány óra kultúrafogyasztást tenne lehetővé egy hónapban, egy évben. És akkor vegyük... és a vers azért mennyire alkalmas arra, hogy pár percet haladj. Vagy akár egyesítsd, ahogyan az imént a Zoli magyarázta, hogy egyesítsd ezeket a pár perceket, és kijön belőle egy egész estés film egy napra. Tudod, plusz egy filmet magadhoz vehetsz, vagy plusz egy fejezetet abból a könyvből, tudod? Mennyivel inkább hasznosulna, mert valójában, tudod, ami alatt megvacsorázhatnál, te folyamatosan zabálsz valamit, amitől nem laksz jól, amitől a vérzsírod az természetesen az egekbe szökik, de valójában nem leszel tőle oszkárabb semmivel. Én ettől örültem meg ez a tévé kapcsolgatás, hogy még az is lehet, hogy a tévében van valami éppen, ami jó. De azt is elkapcsolod, mert már a kapcsolgatásban semmi jó nem lesz. Nyilván az az egyetlen élménye van, hogy minden felelősségtől mentesültél, még attól is, ami csak a saját szellemiségedet érinti. Hogy végre nem kell se döntést hoznod, se figyelned. Ez egy ilyen, de egy elherdált pihenés. Tűzbebámulás. Ez szerintem év százezredeken keresztül. Ez volt a tűzbebámulás. Az ősember tévé. Most a kapcsolgatás, mert ott, ha bárhol megállsz a kapcsolgatással, ott már, abból már összeáll valami, abból már következik valami. Az nem pusztán a tűz, amiből fölcsapnak a kék, meg a sárga, meg a piros lángnyelvek. Ott is megvan a FOMO, ugye, hogy ki tudja, hogy találsz-e jobb programot, hogyha tovább mész, nem, ez nem derül ki addig, hogyha... Nekem ez a típusú olyan fegyelmezett hozzáállás, nyilván ez motiváció kérdése. Nekem ez egyszer sikerült, úgy Isten igazából ezt leszámítva, ezt a vizsgás dolgot, az pedig egy párkapcsolat miatt volt, amikor fixen az volt a saját magam felé a mondásom, hogy oké, 7:30-tól pofával lefordítva a konyhában marad a telefon. És akkor amikor arra járok amúgy, mert megyek a fürdőszobába, akkor fogok esetleg ránézni, de külön csak amiatt nem megyek ki. Ha zizeg nagyon, akkor biztos, hogy hívás van, arra még igen, de oszi arra sem nyilván, de hogy semmi... Volt egy időszak, amikor mindenféle ilyen Facebook csoportokban elég aktív voltam, és rettenetes volt, hogy mennyi időt el tud ezt vinni, és akkor ez volt a szabály. Picit hasonló, de más jellegű, de az is függőség, nálam a kóla. És nekem az a szabályom, hogy csak hétvégén íhatom. Egyszer nem tudok az nem fogyasztani. Az üdítőitalról beszélünk. De mi az ártalmas? Szerintem egy picit igen. Zoli a cukrosat iszta. A cukor miatt? Én a cukrosat iszom. Vagy a koffein miatt? Én mind a kettő azt gondolom, de meg a foszforsav, vagy mi van abban, mindegy, a fogaknak. Foszforsav. A pláne, mindegy, nem értek hozzá, de hogy nem tesz jót, az biztos. Viszont nagyon szeretem, és ezért az a szabályom, hogy csak hétvégén, illetve vásár és ünnepnapokon. Tehát. Ha 10 év alatt minden nap másfél órát tévézel hétfőtől péntekig, csak a hétköznapokon, és ott kapcsolgatsz, az egy évben durván 267 köznap, az 10 év alatt 2600 hétköznap. Ha másfél órát tévésztél, az 3900 óra. A 3900 órát, ha visszaosztod 8-al, azaz munkanapot csinálsz belőle, vagy pihenést, vagy szórakozást, tudod, a Beatrice féle bármelyik felosztás szerinti 8 órát, most gondolj arra, amelyik neked kedves, lehet valakinek a munka, lehet valakinek a pihenés, lehet, hogy valakinek a szórakozás. Ha visszaosztod 8-al, 487 napot kapsz. Ha ezt visszavetíted ismét csak a hétköznapokra, durván másfél év, másfél évet
kaphatnál a pihenésből, a szórakozásból, vagy annyival dolgozhattál volna többet, vagy egyszerűen ennyi ideig ülhetnél olyan tartalom előtt, amiből gazdagodsz. Lehet, hogy nem akartál, de ennyit vesztettél el 10 évenként, másfél évnyi regényolvasást, sorozatnézést, dokumentumnézést, kabarénézést, vagy bármi, ami neked tényleg jó, amit te akarsz, amit te választasz magadnak, nem a mehanon, nem az éppen történő zsizsgés óhajt téged, hogy vonódj be, mert itt most történik valami, bár nem tudjuk megfogalmazni, hogy miért érdemes, de mindig valami nagyon történik, valami, ami éppen, amiről nem szabad lemaradni, és valami, ami valahogy sosem fogalmaz azódik meg, hogy miért értékesebb, mint egy Stanley Kubrick film. Kiszámolnád ugyanezt az összes önkényes adásra? Hát, nincs megkölt, aki az összes hallotta. Kb. 400, és az első 90, az jó, egy jó, órás jó. Volt. Nem muszáj a többi most. Két órás, nem tudom. De a fele egész jól sikerült. Ja, és hát igen, vannak, akik meg ezzel pazarolják az idejüket, szóval... Én ugyanezt számoltam ki akkor is, amikor a munkahelyre való bejárásról beszéltem évekkel ezelőtt, hogy az is nagyjából ez 2x45 perc. Én annyit jártam be régen, meg egyébként, most nem, mert most 70 percet jövök ide, és 20-at megyek haza. Ez nagyon fura. Nem, akkor ezek szerint addigra mindig elköltözöm. Arra lejt. Igen, hát a dugó lejt. És akkor kiszámoltam ezt 2x45 perccel, és nyilván ugyanez jött ki, tehát, hogy 10 év alatt másfél év, és akkor arra gondoltam, hogy én 15 éve dolgozom otthonról, akkor ez azt jelenti, hogy én több mint 2 évet dolgoztam pluszban, vagy élhettem az életemet pluszban, hogy ezt takarítottam meg vele, és akkor azért olyan jó érzés volt az, hogy nem tudom, fel tudtam állni különböző munkahelyekről, vagy onnan, ahol úgy gondoltam, hogy nem itt van a dolgom. De döntést kell hoznod, amikor tartalmat fogyasztasz, akkor is a döntésedre szükség van, különben csak játszik veled, ami éppen arra folyik az orrod előtt. Mérlegre kéne tenni ezt a félelmet, ahogyan fogalmaztál, hogy fear of missing out. Hogy mikor fordult elő utoljára, mert ugye azért nyúlsz reflexzerűen a telefonodhoz, azért nézed meg a Facebookot, azért nézed meg az Instát, hogy mi történt. Mikor fordult elő utoljára olyasmi, ami tényleg történt, és amiért érdemes volt oda kattintanod. A 9-11 volt ilyen 2001-ben, de akkor még nem volt se Facebook, se Instagram. Aztán ilyen volt az Öszödi beszédnek a kiszivárgása, hogy tényleg történt valami, amiről tudni akartam. Tényleg valami esemény, ami befolyásolja az életemet, ami hat rám. Milyen gyakran évtizedenként történik 2-szer? Legfeljebb 3-szor? Valami olyasmi, ami hú, erről tényleg tudnom kell. Az összes szerintem többi, miből maradsz? Nem. Mindenkinek miből? A saját... kis érdeklődési köre meg életében megvannak ezek, és amiről te beszélsz... És szerintem igen, de amiről te beszélsz, azt meg pont azok miatt már nem kell megnyitni, mert az már a pofádba fog üvölteni valahonnan, ha akarod, ha nem. Tehát egy szeptember 11-et én SMS-be kaptam az infót arról, mert éppen két A-ból B-be tartottam, de érdekes, és ahogy megérkeztem B-be, megnyitottam az interwebet, és láttam ott, hogy mi történt, de hogy ezekről nem tudsz lemaradni. Szerintem pont ezek miatt, tehát ezek miatt felesleges bármilyen ilyen csatornán információt fogyasztani. Hát akkor miért érdemes? Hát sokkal inkább a saját kis személyes szűk kis környezeted meg kis világod miatt. És egyébként szerintem abban jó irányba megyünk, hogy a következő generációk már ebben a lineáris... Mi ez, amit a te személyes kis világodat befolyásoló dolgok, amiket kiírnak? Mondok egy nagyon prof... De jó volt ma ez a pulcsi rajtad? Nem ilyenre gondolok. Én most ezokra... Most mondom, egy időben ilyen Facebook csoportokban kifejezetten aktív voltam, például egy Mozi című Facebook csoportban, és ott kialakult egy ilyen kis közösség, akiknek már rég nem csak arról szólt, hogy milyen filmeket ajánlgatunk egymásnak, és az ottani kis nem mondom, hogy virtuális élet, mert ez hülyén hangzik, de volt ott egy kis community, és abból nem szerettem egy időben kimaradni, hogy lemaradok az ottani társalgásokról. Egyáltalán nem fontos a világ,
világnak, sőt, nagyon kevés embernek volt ez fontos, de azoknak az embereknek ez fontos volt, és közben meg, ha szeptember 11 lett volna megint, akkor arról bőven tudtunk volna, anélkül, hogy kivettük volna a fejünket ebből a csoportból. Meg egyébként ez a Facebook csoportban való betagozódás és azokkal való személyes találkozás, ez megújítja a baráti körödet, és egyfajta magányodban képes téged enyhíteni, amennyiben nem pont 24 és fél évesen lett gyereked, és tudod, így leszakadsz attól a falkától, amihez tartozol, mert te még nem vagy. Tehát Robi is 40 fölött lett apuka. Nyilván te is tudod, hogy voltak barátaid, akik úgy elmaradoznak, mert most már fürdetés, meg nem tudom, és a végén már te maradozol el, mert egy másik tempóban éled le azt az időt, amit így a Földön töltetsz. Egyébként mi az Oszival pont egy ilyen Facebook csoportban ismerkedtünk meg, és nem ketten, hanem sokkal ismerkedtünk meg. Aztán az hat nagy közösség ott lett, aztán egy kisebb közösség belőle, és akkor megindult egy ilyen fizikai, tehát ez, amit te is talán elfogadnál, ez a személyes találkozós dolog, de mégis az volt az alapja, meg az volt a 90%-ában a történéseknek a szintere, nem pedig a valós világunk. Szerencsére a való világban is mi rendszeresen találkoztunk, meg még találkoztunk is, de nekem például azok voltak fontosak, azok a történések, amik ott jöttek. Pontosan tudtam, hogy legrosszabb esetben az esti híradó, amire még apám szoktatott rá szándéka nélkül, valószínűleg gyerekkoromban, hogy híradót nézünk, de én, ha nagy történés van, legkésőbb este a híradóban, a késő estiben meg fogom tudni. Nekem, amikor nem csináltunk műsort július és augusztusban, életemben, nem azt mondom, hogy életem legjobb időszaka, de azt hiszem, hogy... Meg amikor a Robi beteg volt. Legalább kettő, de lehet, hogy 7 éve, és inkább 7 éve, nem figyeltem magamra, hogy egyáltalán mi történt. Tehát semmilyen eredményemet, és itt ne ilyen sikerfogalmakra gondoljatok, hanem egyáltalán, hogy hogyan változom meg egy évtized alatt. Oda se figyeltem, mert minden pillanatomat lekötötte az, hogy feladatokat dobtam magam elé, és mentem azután, ami jó, én ezt szeretném, meg én ezt ilyen helyes dolognak tartom, de amikor végre egy picit leálltam, és biztonságban álltam le, nem volt semmi kényszerem, azt mondtam, hogy, és általában ezt mondom júliusban, hogy köszönöm szépen, február óta nem volt ilyen pihenőnapom, akkor most szeretnék. És nagyon jól esett akkor foglalkozni azokkal, akikkel most tudunk igazán beszélgetni, most érdekeljük egymást, és aztán elindult itt a szeptember, és nekem most november első hétvégén volt 3-4 napom megint úgy, hogy telefont félretettem, és csak emberek szemébe nézve információt cseréltünk úgy rendesen, mint egy ilyen kis közösség. És én ez alatt a 3-4 nap alatt, ami egy ilyen kis elvonulós sztori volt, annyit gazdagodtam lelkileg, mint az alatt az egy hónap alatt, vagy legalábbis annyi mindent figyeltem meg azzal kapcsolatban, hogy egyébként mi történik velem egy évtized alatt. Tehát, hogy mindettől a munkám és a notifikációk és a telefonom az, ami gátol. Ha csak egy héten egyszer tartanék egy 4 órás kis ilyen kis sessiont, hogy akkor most kikapcsolom, vagy úgy indítanám a reggeleimet, ahogy ez az ismerősöm, hogy ő délben kapcsolja be. Mennyivel lennék beljebb saját magamban, meg az odafigyelésben másokra? Hát úgy tűnik, hogy ellenünk fordult a technológia. Akkor olyan mennyiségű információhoz tudunk hozzáférni, hogy már az információba fulladunk bele, és nem férünk hozzá ahhoz, amire nekünk volna igényünk, mert már önmagunkhoz nem férünk hozzá, már a saját igényeinkhez nem férünk hozzá az információ áradatban. Elhittük a bejövő információnak, hogy az nekünk hasznos, hogy az valójában minket érdekel, pedig hát ebből, ennek az áradatából kéne valahogy kibányásznunk önmagunkat, és önmagunknak azt a tartalmát, ami tényleg nekünk kell, amire valóban nekünk van szükségünk. Nem az algoritmus akarja, hogy nálunk legyen, hanem mi akarjuk, hogy eljusson mi hozzánk. Azt azért tegyük hozzá, hogy ugye ezt a Web 2.0, vagy tehát a fogyasztók által gyártott tartalom hozta el. Egyébként maga az alapötlet, hogy az emberi egyetemes tudás digitális alexandriája itt van előttünk, és ezáltal mindenki által elérhető, mennyivel felvilágosultabb lesz majd a világ. Hát ez nem jött be.
A macskás gifekre gondolsz? Igen, meg a fél videókra. Ez nem teljesült. De az nem a, nem a szellem enciklopédiája, hanem a léleké a macskás gifek. Talán majd a következő megváltásban bejön. Na így van meg a balansz. Há, gyerekek. Köszönöd, hogy zavartál telefonon? Hiszem, hogy igen, azt hiszem, hogy meg kell köszönjem. Hogy lehet talán annak a telefonáló úrnak a hangján, hogy na most én azért telefonálok, nem tudom, hogy zavarok-e itt a műsor során, folyamán, hogy ha és amennyiben lehetőségem nyílna, és módom, hogy kifejezzem, hogy zavarni szerettem volna, de aztán meggondoltam magam, ugyanakkor ezért hálával tartozom, köszönöm, hogy zavartam, mert nem akartam. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.